Színvonalas gyermekműsor egy jeles jubileumon. 40 éves lett a szabadhegyi magyar-német két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium, vagy közismertebb nevén a Piros Iskola. Egykori igazgatók, régi és jelenlegi tanárok, diákok érkeztek az ünnepségre, amin Simon Róbert Balázs a térség országgyűlési képviselője mondott köszöntőt. 40 év alatt rendszerek, törvények, rendeletek jöttek és mentek. A szabadhegyi iskola ebben a jelentős változás sorozatban azért maradhatott meg annak, amiért szeretjük, és amiért 40 éve népszerű, mert fő feladatát soha nem tévesztette szem elől. Gyermekeket nevelni, hitet és tudást adni, képességeket és készségeket fejleszteni azoknak, akik városunk és országunk jövőjét jelentik. Ez a feladat tudat az oka annak, hogy rengeteg kiváló tehetséget indított útjára a szabadhegyi. Az intézmény 1978. szeptemberében kezdte meg működését Győr egyik új lakótelepén. A 16 tantermes, 4-500 tanuló képzésére alkalmas iskolában 50 pedagógus tanított, 29 tanuló és 10 napközis csoportot. Azóta rengeteg változáson ment keresztül az intézmény. Az iskola 4 évtizedes történetében az állandóságot a kialakított belső értékrend megőrzése mellett a folyamatos változás jelentette. Ennyi szerkezeti váltást, új képzési típust, csak is megújulásra kész, innovatív, nagy munkabírású, vállalkozó szellemű, alkotni képes tantestülettel lehetett sikeresen megvalósítani. Az ünnepségen elhangzott, remélik még sok szép évfordulót tudnak majd megünnepelni itt a Piros Iskola falain belül.